Két nagy közalapítvány van, amelynek a munkájában, finanszírozásában a minisztérium részt vesz. Az egyik a Összefogás a Budapesti Hajléktalanokért közalapítvány, amelyet egyébként részben finanszíroz a fővárosi önkormányzat is, illetve a másik a Hajléktalanokért közalapítványunk, a másik nagy alapítványunk. Több mint 600 millió forintot, 620 millió forintot fordítottunk itt az ellátások finanszírozására. Ebben benne van természetesen a krízisautók működtetése, az egészségügyi centrumok működtetése, illetve a népkonyhai szolgáltatások finanszírozása. Hála jó Istennek még nyáron elkezdtük az együttműködést a közalapítvánnyal, és hát igazából nem úgy voltunk, mint a klasszikus időkben a BKV, hogy felkészült a térre, csak arra nem számítottak, hogy hó is lesz. De mi tényleg, hála jó Istennek, a civilekkel együttműködve, hiszen ezt már önmagában az állam nem tudná megoldani. Nagyon szakszerűen készültek a civil szervezetek a térre. Ennek ellenére még beütött egy nagy hideg, ugye itt az elmúlt napokban, hiszen létrehoztunk egy kríziskasszát is, hogyha minden kötél szakad, akkor sem maradjon senki ellátatlanul, és ennek folyamányaként meg tudtuk finanszírozni a nappali melegedők éjszakai nyitvatartását, illetve meg tudtuk azoknak a férőhelyeknek a számát növelni, illetve meghosszabbítani a nyitvatartást, akik egyébként hétvégeken nem tartottak volna nyitva. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó ügy melletti kiállás és szakszerű profi kiállás volt, de hangsúlyozom, itt elsősorban a civileket és a szolgáltatókat illeti a dicséret, és nem a minisztériumot. A másik dolog pedig az, hogy hál' Istennek azon elkezdtünk már gondolkodni, hogy nem feltétlenül a férőhelyeket kell nekünk növelni, hanem a hajléktalanná válást kell valahogy csökkenteni, illetve megakadályozni. És azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Mégpedig azért, mert azt látjuk, hogy egy hajléktalan szálló férőhely finanszírozása, normatívákkal való biztosítása, akár az utcai szociális munkának, stb. Iszonyatosan sok pénzbe kerül. És ennek a pénznek a töredékéből nagyon sok embernek a hajléktalanná válását meg lehet előzni. Gondoljunk csak abba a néhány tízezer forinttal hátramaradt villanyszámla, hogy néhány százezer forintos ki nem fizetett törlesztés okozhat hajléktalanságot, és ehhez képest mondjuk egy hajléktalan szállói férőhely finanszírozása, az ott dolgozó munkásoknak a munkabére, a közterhelyi, ezek nagyságrendekkel többe kerülnek. Arra kell a figyelmet fordítanunk, hogy a hajléktalan emberek, akiknek jelentős része dolgozik, több mint fele dolgozik, nagyon sokan ezt nem tudják, azoknak legyen honnan elmenni dolgozni, és legyen hova hazamenni. Hogyha ezekben tudunk segíteni, legyen ez akár egy átmeneti szálló, legyen ez akár egy albérlet, egy általunk támogatott albérlet, az mindig jobb megoldás, mint az utcai lét, vagy éppen a hajléktalan szálló.